A Polismereti Szövetség elnöksége a megyei egyesület javaslatára 2022. május 20-ai ülésén többségi szavazással Polismereti munkáját emlékérmet adományozik dr. Markos Gyöngyi részére. Dr. Markos Gyöngyi jelezte, hogy nem tud részt venni az akadémián, számára a kitüntetést Gergely Bodó Marika juttatja el. Dr. Markos Gyöngyi 1948. szeptember 4-én született Pajószoboszlón, ahol az általános és középiskolai tanulmányait is végezte. 1973-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem orosz szakos középiskolai tanári, 1984-ben etnográfus oklevelet szerzett. Ugyanúgy doktorált 1984-ben Mokó születési hagyományai című dolgozatában. 1982-től 2008-ban történt nyugdíjazásai a Mokói József Attila Múzeum muzeológusa, néprajzkutatója volt. Ezt megelőzően dolgozott kollégium nevelőként és középiskolai tanárként, illetve népművelőként. Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak 1982 és 2008 között, a Mokói Szigetik Miklós Egyesületnek. 2007 óta a Csongrád megyei önismereti egyesület tagja. Bármelyik munkahelyen dolgozott, végig kísérte a munkáját a önismerettel, helytörténettel való kapcsolata és a közösségi építés. Közös középiskolai tanárként például önismereti szakkört vezetett, kollégistákkal dramatikus népszokásokat tanított be. Népművelőként 1978-ban Szőreg és népe monográfia megjelenéséhez helytörténeti néprajzi kiállítást rendezett. 1979-ben Csongrád megye élő népművészeit mutatta fel kollégájával és rendezte kiállítást Szeged több intézményében. Néprajzos muzeológusi szakmával adódóan hivatalból és munkaköri kötelessége volt a múltunk értékeinek föltárása, publikálása és a fiatalok figyelmét felhívni ezek megőrzésére. Kutatási területe Makó és környékének néphagyományai szokásai. Makó monográfia néprajzi kötetben jelent meg munkásságának összegzése. Az emberélet fordulóit és a bőrfeldolgozó iparokat dolgozta föl a Hódmezővásárhely néprajzi kötetben. Rendszeresen publikált a Móra Ferenc Múzeum néprajzi kötetében, a Marosvidék, Makón megjelenő folyóiratban, a Csongrád megyei Honismeret Egyesület. Nyugdíjazása óta Szeged Kecskés telepen lakik. Új lakóhelye az első világháború rokkantjainak és hadiözvegyeinek juttatott házhelyekből létrejött kertvárosi rész helytörténeti kutatásait indította el. A helyi Kecskési Művelődési Ház kiadásában 2014-ben megjelent a település rész első 20 évének története. Földolgozta a 75 éves Kecskési Művelődési Ház történetét, mely alkalommal kiállítást is szervezett. Ezen túl több kiállítást is szervezett és rendezett a városrész múltjához kapcsolódóan, legjelentősebb közülük a Kecskés pannó. Ez alkalommal a városrész által adományozott Pro Communione Kecske Cienzis kitüntetést vette át. A városrész 90. éves fennállása alkalmából ünnepségsorozatot szervezett évforduló jegyében címmel, négy részes helytörténeti estét szervezett, amelyet a városrész lakossága nagy számban és örömmel látogatott. Folyamatosan kapcsolatot tartott Kecskés István leszármazottjaival. 2021-ben kutatómunkája eredményeként fölavatták a telep alapítójának Kecskés István a Mászolgált Bánkölgyi László szolgászművész alkotását. Fentiek alapján a Csongrád család megyei önismereti egyesület javasolta a Honismertek emlékérdem kitüntetésre dr. Markos Gyöngyit, melyhez ezért most szívből gratulálunk. Az emlékérmet Gergely Bodó Marika veszi át, és kérjük Marikát, hogy jutassa el dr. Markos Gyöngyit.